hirtelen lett 40 milliója, amit nem tud megmagyarázni az együtt korrupció ügyi szakszóvivője. Ezt állítja a ferencvárosi képviselő kormánypárti többsége. Baranyi Krisztina cáfol és harcol a korrupció ellen. Hát, hogy hirtelen lett 40 millió és meg tudja magyarázni, az úgy jobban hangzik. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mi környezetvédelmi ügyekben szoktunk találkozni eddig néhányszor. Hát most a saját környezetéről, a saját lakásáról kellene beszélnie, hát ha akar. Persze, én kérdezem minden esetre, hogy ez, mi van ezzel a 40 milliós lakással? Nagyon szívesen beszélek erről, mert hogy ez egy annyira abszurd történet, és annyira jól rávilágít arra, hogy hogyan dolgozik a fideszes média propaganda. Ugye itt már mindenki elfelejtett, hogy mit is jelent a propaganda. Ezt valamikor az Átkósban gyakorolták utoljára. Hát bizony, ez újra működik ebben az országban, és most elmondom önöknek, hogy hogy. Ugye az első cikk a Pesti srácok nevű csodálatos szennyorgánumon jelent meg erről, hogy én elfelejtettem feltüntetni a vagyonbevallásomban, ugye a 2016-ra vonatkozó vagyonbevallásomban azt a lakást, amit én a családommal, a férjemmel vásároltam. A Ferencváros önkormányzati képviselő ilyen módon kell vagyonbevallást. Így van, vagyonbevallást kell tennem, ugye minden év januárjában az előző évre vonatkozóan. A lakást, amit mi vásároltunk, hitelből vásároltuk, a hitelt 2017-ben folyósították, a vételárat a bank az eladónak 2017-ben fizette ki. Az eladó, aki nem mondott le a tulajdonjogáról, mivel a szerződéskötéskor csak 1 millió forint foglalóval szálltunk be ugye az adásvételbe, ezért csak a vételár, teljes vételár kifizetése után 2017-ben mondott le az tulajdonjogáról. Így van. Tehát 2017-ben lettünk volna tulajdonosok, ha belennénk jegyezve az ingatlan nyilvántartásba, mert a földhivatal sajnos a mai napig nem jegyezte be a mi tulajdonjogunkat. Azért, mert elmaradásuk van, vagy már nem önöknek, hanem a földhivatalnak a munkájával, vagy azért, ja, mert akkor azért. Így van, tehát a földhivatali adminisztráció miatt. Tehát így alakult, hogy amit ehhez majd hozzájutunk valamikor, és a tulajdonunk lesz 2017-ben, azt nyilvánvalóan a 2017-es vagyonbevallásomban fogom feltüntetni. Akkor mi az ügy? Nem tudom. Nem, most komolyan, tehát 2016-ban akart venni egy lakást, amit 2017-ben vett meg. Mit kellett volna tennie vele 2016-ban? És most nem tudom, mentegetném, tehát, hogy csak nem értem. Én sem értem, tehát hogy egy jövőben megtörténő dolgot, tehát beírhatom most, hogy én majd megveszem jövőre az MKB bankot, teszem föl. Beírhatom hát vészelős, hosszan kell majd alkudoznia. Így van. De hát ha nem kerül rá sor, akkor tehát egy olyan dolgot, ami nincs a tulajdonomban, azt nem írhatok be a vagyonbevallásomban. Na most ugye én erre a cikkre nem is reagáltam, mert hogy ez egy ordas hazugság, egy csúsztatás, én ezzel nem foglalkoztam. Úgy voltam vele, hogy mivel rengeteg ferencvárosi visszaélést hoztam nyilvánosságra az elmúlt két évben, ezért be is pereltek az önkormányzat vagyonkezelő cége, azt a pert ugye el is vesztette. Úgy gondoltam, hogy mivel perrel tisztességes úton, ahol ugye tények vannak, bíróság van, nem mennek semmire, biztosan így próbálkoznak. Hát igen, ez a helyzet, ezen a módon próbálkoznak, hitelteleníteni, befeketíteni próbálnak. Ami miatt ez az ügy tovább gördült, az az volt, hogy az önkormányzat vagyonnyilatkozati bizottsága, aminek kettő fideszes és egy jobbikos tagja van, a Pesti srácok cikkére hivatkozva összehívott egy bizottsági ülést, és engem meghallgatott. Fordított volt a sorrend, látja, erre rá se kérdeztem. Tehát úgy volt, hogy a Pesti srácok valahonnan megtudta, hogy vette egy lakást, és azt 2016-ban a vagyonnyilatkozatában nem tüntette fel. Tehát nem úgy volt, hogy a bizottság összeült. Nem. Aha. A bizottság az tehát egy cikkre hivatkozva összeült így a bizottság. Van. Ilyen levelet kaptam, hogy a Pesti srácokon megjelent ilyen meg ilyen cikkben, felröppent hírekre. Jelenjen meg, megjelent. Igen, most elmondta azt is, amit most itt nekünk elmondott. De engem nem kérdeztek. Tehát, hogy engem nem kérdeztek, összehívták a bizottságot, hogy vizsgálja azt, hogy én valós adatokat közöltem-e. De elmentem a bizottsági ülésre, de előtte nem hívtak fel. Elmentem oda, és kértem, hogy nyílt ülés legyen, mert hogy nekem nincsen titkolnivalóm, ezek a dolgok a teljesen tiszta adózott jövedelmünkből, megtakarításunkból volt az önerőnk. Egy szabályos hitelbírálati folyamat után kaptuk meg a hitelt, illetve a lakástámogatási kedvezményeket. Tehát nincs titkolnivalóm.
Amikor elmentem a bizottságra, ott kértem a nyílt ülést, ehhez nem járultak hozzá. A jegyző álláspontja szerint ugye az önkormányzati törvény ezt nem teszi lehetővé. Jó, ott feltették ezt a kérdést az én vagyonnyilatkozatomról, és én elmondtam, amit önnek is, és bemutattam azokat a dokumentumokat, amelyek ezt igazolták. Bemutattam a bizottságnak, felolvastam. Mire nem tudott választani? Mert azt mondja a bizottság, hogy nem tudta megválaszolni a kérdéseiket. Egy pillanat. Ezután, amiután ezeket a dokumentumokat felolvastam, az ott ülő jegyző, tehát az önkormányzati jegyzője, aki a törvényességért felel, elmondta a jogi álláspontot, a polgári törvénykönyvből, az ingatlan nyilvántartási törvényből, felolvasta azokat a passzusokat, amelyek erre vonatkoznak, és alátámasztotta azt, amit én mondtam. Nos, ez a felállított prekoncepció. A jegyző tehát azt mondta, hogy önnek igaza van. Így van. Pontosan. Ez nem illet bele az összehívott bizottság elképzeléseibe. Ez nem. Ezért tanakodtak is, szünetet rendeltek el, hogy akkor most mi legyen. Nem tudnak olyan határozatot hozni, hogy én nem írtam bele a vagyonnyilatkozatomba a lakásom. Erre kitalálták, hogy akkor kérdezzék meg, hogy miből vettem, de én erre is fel voltam készülve, hiszen tudtam, hogy a zárt ülés miatt innen hazugságok és csúsztatások fognak kikerülni, és elmondtam pontról pontra, szintén dokumentumokkal alátámasztva, hogy miből, hitelből. Majd 50 évesen, 25 évre eladósodva vettünk a férjemmel egy lakást. Hát ha ez egy ingatlan botránya, hogy ugye a mai lokálban megjelent. És akkor most megnézik a férje vagyonnyilatkozatát is, mert így ez önnél nem volt elegendő. Így van. Igen, azt hogy mondták, ott azt hogy... ellenőrizzék, hogy mit? Hát, hogyha hitelből vették, ott akkor mit fognak ez a kérdés. Ellenőrizni? Ez a kérdésem. Erre ön tiltakozott, hogy ennek semmi alapja nincsen, mondták, hogy de ez nekik joguk van, ami állítólag tényszerű. És most itt állunk, ön bemártva nyakig, miközben vett egy lakást csak csupán. Így van. Jó. Mit mondanak azok a képviselők, akik végül is az ön képviselőtársai, amikor nem egy bizottságban ülnek? Tehát Gyurákovics Andrea, aki a vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottság elnöke, hétköznapi módon gondolom, ha találkoznak az önkormányzatnál, akkor azt mondja, hogy jó napot, vagy szervusz, vagy nem tudom. Tehát, hogy van önök között nexus. Ennyi, amennyit most említett. És nincsenek olyan nexusban, hogy megkérdezett tőle, hogy ezt miért csinálja? Nem volt hogy rá. Parancs, erre nem volt rá, nem volt alkalmam. Nem volt alkalmam, és megmondom őszintén, hogy nem is tudom, és nem is értem, hogy ezt miért csinálják. Pontosabban azt tudom, hogy ugye volt az önkormányzatnak több olyan ügye, amelyet megpróbált eltitkolni a képviselőtestület, illetve a nagy nyilvánosság elől. Ilyen volt például az az ügy, amikor a Ferencvárosi Városrehabilitáció általuk végrehajtott részében az uniós pénzek miatti, uniós pénzek elköltésének a szabálytalansága miatt több mint 322 millió forintra büntették az önkormányzatot egy EUTAF vizsgálat után. Uh-huh. Ezt eltitkolták, ezt a szabálytalanságot az okozta, hogy a vagyonkezelő cég, aki, mint említettem, engem már beperelt, szabálytalan közbeszerzést írt ki, túl szűken, csak a haveroknak. Ezt a pert megnyerte, meg csípi a szemüket, így gondolom van, azóta is. Van. Hát ha igaza van, miért ne lenne, hogyha így van minden, ahogy elmondta, akkor nyerni fognak ebben a történetben is. De látja, már be vagyok mártva, és megpróbálom befeketíteni. Ezért fontos, hogy eljött ide, és ezért fontos, hogy mi erről tudtunk beszélni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.